Vallás. Már pusztán a szó hallatán is emberekbe micsoda érzelmeket tud generálni, nem ritkán szélsőséges érzelmeket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk már a vallásról. Mert szerintem a legtöbb ember még magát a szót sem érti. Mert a vallás az valamilyen gondolat, valamilyen hit, valamilyen eszme, valamilyen tudat vallása. Hogy én ezt vallom. A magaménak érzem. A mai világban számtalanszor hallunk különböző megjelöléseket, például a magyarok a keresztények országa, és a fő vallás a kereszténység. Különböző országokban különböző vallások szerint kategorizáljuk az embereket, ugye muszlimok, hinduk, zsidók. Na de, hát mi a vallás? Az egy hit. Azt vallom, hogy hiszek Istenben. Ez a vallás. Az összes többi megjelölés szerintem már csak tévútra viszi az embereket. Mert minden vallás alapja, hogy Isten teremtette egyenlőnek az embereket. Hát, és szerintem az állatokat és minden mást, ez már mondjuk akkor legyen szélsőséges vallás. De ami a legfontosabb, hogy minden vallásban a legalapvetőbb momentum a szeretet, az elfogadás, a tolerancia, a békesség, a megbecsülés. Hát nem sorolom föl, nagyon sok pozitív, tehát mindenki értelmezése szerinti pozitív tulajdonsággal bír, na, egy vallásos ember. A vallásos ember az bír ezekkel az értékekkel, csak hogy nem vallásosak az emberek. Pillanatra megálltam, jön egy repülő. Én ugyebár kiköltöztem a természetbe, hogy vallást gyakoroljak, hogy megértsem és megtanuljam azt, amit vallani akarok. Mit akarok vallani? Elfogadni Isten teremtését olyannak, amilyen, és betartani Isten törvényeit. Van egy társadalom. A társadalomnak vannak szabályai. Vannak követelményei és elvárásai. Ugye jogok és kötelezettségek. Ebben most azért nem megyek bele, mert túl hosszú lenne a videó, de aladjunk csak annál a dolognál, hogy aki Isten törvényeit betartja, nincs olyan ország a Földön, aminek a törvényeit ne tartaná be automatikusan. Ennyi. Tehát onnantól kezdve, hogy az emberek valóban vallásosak lennének a Földön, megszűnnének a minden, ami rossz. Megszűnne az éhezés, a háborúk, a kizsákmányolás, és egy csomó minden más. Ameddig az emberek csak mondják, hogy vallásos vagyok, de az ég egyett a világon semmilyen törvényt nem tartanak tiszteletben Isten törvényei közül, ameddig a vallásokat olyan értelmezés és magyarázat szerint vallják, amihez éppen kedvük van, és ami nekik megfelelő. Tehát azért ezt a vallást választom, mert ebbe lehet mondjuk inni, vagy drogozni, vagy szexuális életet élni korlátlan módon, akkor ezt a vallást választom. Ez egy önbecsapás, egy önámítás, és egy cirkuszi produkció. Az, hogy én a megkérdezésem nélkül meglettem keresztelve, tehát részt vettem egy liturgián, amikor is szentelt vizet locsoltak a homlokomra, miközben imákat mondtak.
ettől én még nem lettem vallásos. Vagy azért, mert beházasodom mondjuk egy zsidó, vagy bármilyen muszlim családba, és felveszem azt a vallást. De egyrészt nem is ismerem. Másrészt nem is érdekel. Csak az érdekem úgy kívánta, hogy mostantól kezdve mondjam azt, ha megkérdezik, hogy mi a vallásom, én muszlim vagyok, vagy zsidó, vagy buddhista. De lövésem sincs arról, hogy ez mivel jár. Hát addig nem vagyok vallásos. Templomba járok, minden vasárnap, és kívülről tudom a mi atyánkot, a hiszek egyet, az üdvözlégyet. De fogalmam sincs, hogy Krisztus valójában miket mondott és hogyan élt. Nem vagyok vallásos. Ott kezdődik alapvetően, eredendően az egész vallás, hogy megértem és elfogadom, hogy én lélek vagyok. Ez az első momentum, amíg az emberben nem tudatosul, addig csak mondja, hogy vallásos, de valójában fogalma sincs róla. Fogalma nincs róla. Nézzük például a keresztény egyházat, a katolikus vallást. Jézus, miközben agyonverték, megkorbácsolták, töviskoszorút nyomtak a fejébe, és keresztre feszítették, folyamatosan azokért imádkozott, és azt kérte az atyától, bocsáss meg nekik, uram, mert nem tudják, mit cselekszenek. És egy betűt nem ejtett ki a száján, arra vonatkozólag, hagyjatok már élni. Mert önmegvalósított személy volt. Lélek, lelki tudatú. Az én vallásomban, a Krisna tudatban, ami nem vallás, hanem tudat, mert tudod, hogy mi újság, ez jellemzi az összes ácsárját, az összes szentet. Önmegvalósított személyek. Tudják, érzik, tapasztalják, hiszik, vallják. És tanúsítják, bizonyítják minden cselekedetükkel, hogy ők lelkek. Nem tesznek különbséget az élőlények között a külső alapján. Egyelőre akkor csak maradjunk az embereknél, bár mondom én ide sorolom az állatokat is. Repcsi pillanat. Szóval te, aki esetleg vallásosnak vallod magad, hogyan tehetsz különbséget egy néger, egy kínai, egy cigány, egy magyar, egy román, vagy bármilyen jelzővel ellátott ember és egy másik ember vagy magad között? Megint azt mondom, ugye mert a magyar vallásokban a leggyakoribb hovatartozás megjelölése a katolikus. Szeress fele barátodat, mint magadat. Nincs odaírva, hogy de ha ukrán, vagy bulgár, vagy bangladesi, hát akkor az nem a fele barátod. Nem, ilyen nincsen odaírva. Szeress fele barátodat, mint magadat. Ugye a vallásban nagyon sokszor halljuk azt, hogy testvérem. Drága testvéreim, ugye? Ez megint csak a katolikus vallásban is. Én még olyan papot nem láttam, aki a pacsorokban ülő között esetleg kijelölte volna, hogy drága testvéreim, és te is, te roma származású, és te is, te zsidó, te buddhista, te néger, te mit tudom én milyen kínai, csak testvérem. Ez a lelki tudatosság. Minden ember egyenlő. És akkor a vallás, vallási háború. Megöllek azért, mert nem az a vallásod, mint az enyém. Egyáltalán megmerlek különböztetni csak azért, mert te Allahnak hívod, vagy Buddhának, vagy Krisztusnak, vagy Jehovának, vagy Krisnának. Hát micsoda képmutató szemét dolog, már bocsánat, hogy ezt mondom. Onnantól kezdve, ha nálam, vagy velem való beszélgetés, kommunikáció alkalmával
bárki bármilyen jelzőre hivatkozva megkülönböztet embereket, már tudom, hogy ő nem vallásos. Ha így tekintesz a környezetedben élőkre, akikre azt mondod, hogy vallásosak, hány emberre tudod valójában azt mondani, hogy ő vallásos? Miről szól a vallás? Hogy elfogadom Istent, és betartom a törvényeit. Nem megyünk végig a 10 parancsolaton, vagy nem megyünk végig a Bhagavad Gita-n, de azért egy picit nézzük már meg úgy a szentírásokat nagy vonalakban. Mindjárt folytatom. Hogy ne legyen túl hosszú a videó, csak úgy összefoglalva. Miről szól a vallás? Élj békében a természettel. Ne zsákmányold ki a természetet. Ne okozz kárt más embereknek és az élővilágnak és a Földnek. Ne vágy más tulajdonára. Ez megint csak például a katolikus vallásban is, ugye? Ne kívánd meg más feleségét, ugye, például. Tehát nagyjából összefoglalva, élj emberhez méltó normális szexuális életet, tehát legyen egy társad, egy partnered, egy feleséged, akivel jóban, rosszban, hiszen az élet jó és rossz, hideg, meleg, boldogság, boldogtalanság, tél, nyár, erről szól. Nincs mindig csak nyár, nincs mindig csak meleg, még itt se. Itt mindig meleg van, de most még a napot se látni. Erről szól az anyagi világ. Csak addig akarok vallásos lenni, amíg a nekem tetsző részeket meghallom, és magamévá teszem. De az összes többi, ami nem annyira szimpatikus, az nem. De én amúgy vallásos vagyok. Nincs ilyen, hogy kicsit vallásos. Mi az a kicsit vallásos, részben vallásos? Mi az, hogy részben vallásos? Az milyen? Tehát jó ember vagyok, amikor jó társaságban vagyok, de hát az emberek olyan szarok, muszáj nekem is szarnak lenni. Bocsánat a csúnya szóért. Tehát álljon már meg a menet. Beszéljük már meg. Mi az a vallás? A vallásosság egy értékrend. Egy erkölcsi, morális, tartással bíró személy, akire azt lehet mondani, egy vallásos. Aki nem okoz kárt másoknak. Akiben nincs gonosz, negatív, ártó szándék. Aki mindenkit elfogad olyannak, amilyen. Hiszen Isten előtt mindenki egy. Nem ítélek és nem ítélhetek meg senkit. Sem a cselekedetei, hát sem a bőrszíne, a vallási felekezeti hovatartozása, és mit tudom én, meg annyi megkülönböztethetőség alapján. Homoszexuális. Hát mi közöm van nekem hozzá? Vagy tolvaj, mi közöm van nekem hozzá? Egy lélek. Az ő cselekedeteinek és a karmáinak majd ő lesz az elszenvedője, nem én. Ja, hogy engem lopott meg, az meg az én karmám. Mert lehet előző életemben én loptam meg valakit. És amúgy is, anyagi dolgok miatt jelölünk meg mindenkit, anyagi vágyak miatt jelölünk meg mindenkit. Tehát azért, mert, mit tudom én, nekem nem tetszik az, ha két férfi csókolózik, akkor már is lenézem őket, megítélem őket, elítélem őket. Holott nem engem csókolgatnak, hát mi közöm van hozzá? Két lélek. És egyébként ez is egy karmikus következmény, például a homoszexualitás. Hogy milyen országba születtél, az a te karmád. Hogy milyen vallási, hovatartozású helyre születtél, az a te karmád. De hogy gyakorlod a vallást, az már a te szabad döntésed és akaratod. Ha csak a szentírásokat vesszük alapul, és itt megint azt mondom, mindegy melyik. Hindu, keresztény, buddhista, Krisna tudat, vagy bármelyik, Jehova tanúi. Miről szól mindegyik? Egyet emelnék ki, a szeretetről. Egy olyan országban, amire azt mondjuk, hogy a keresztények országa Magyarország,
még ennyi gyűlölködő, irigy, mohó, kavzsi, rosszindulatú, gonosz embert, akik a vallástalanságuk miatt már olyan szinten depressziósak, hogy a fele gyógyszerfüggő, a háromnegyede alkoholfüggő, a negyede drogfüggő, és mellette zabál, és szerencsejátékot játszik. És hát mivel valahol hallotta, hogy van egy Isten, megvert az Isten. Dehogy vert meg az Isten. Te vered saját magadat. Tudom, mert tapasztaltam. Olyan életet éltem, amilyet akartam. Ki akartam próbálni mindent, amit akartam. Nem eredményezett nyugalmat, békességet, csak haragot, gyűlölködést, agressziót, féltékenységet, mohóságot, elégedetlenséget. És akkor megkérdeztem, hát én vallásos vagyok, miért nem segít a jó Isten? Mert nem voltam vallásos. Ennyi. Ezért. Semmi több. És akkor elkezdtem kérdezni. Hogy is van ez? Kérni akarsz? Kapsz, de előtte adjál. Mit kér tőled a jó Isten? Ha, tök egyszerű kis nevetséges dolgot. Hát magyarul úgy mondjuk, hogy hódolj meg, ez egy hibás szó, ez egy nem jól értelmezhető magyar szó. A lényeg annyi, hogy szerest. Az Istent, és fogadd el, hogy ő, a magot adó atya, tőle származol, az ő teremtménye vagy. Ha ezt megérted, nem egyszerű, de ha sikerül felfogni, akkor szép lassan elindulsz a megértés útján. Azzal, amikor imádkozol, azzal, amikor mantrázol, semmi más nem teszel, mint kapcsolatot teremtesz az univerzummal, nem, a jó Istennel. Én úgy mondom, hogy Krisnával, de hívjuk Jézusnak, vagy Jehovának, vagy Buddhának, Allahnak. Onnantól kezdve, hogy kapcsolatot teremtettél a jó Istennel, tehát lenyugodott a tested, meg a gondolataid, és nem a Facebookon, meg a nem tudom mi jár az eszed, és ha már egyáltalán megnézted idáig ezt a videót, már 17 perc, akkor ha lecsendesítetted az elmédet, elkezdenek jönni a válaszok. És ha elég időt szentelsz rá, amihez nekem arra volt szükségem, hogy kiköltözzek ide a síri csendbe, a sivatagba, a sehova. Mert egyszerűen az anyagi világban nem volt lehetőségem arra, hogy megválaszoljam a rengeteg kérdést, és megértsem, hogyha én egyszer meglettem keresztelve, és vallásos vagyok, miért nem segít a jó Isten? Mindenféle közhelynek szépen lassan értelme lett. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ha, milyen hülye duma, ugye? Hát nem, nagyon nagy igazság. Segítettem magamon. Leültem, és elkezdtem ezen gondolkozni. Elkezdtem ezzel kapcsolatosan kérdezni. És megértettem, hogy minden, ami engem körülvesz, pontosan azt tükrözi, a kint, ami a bent. Amíg én elégedetlen voltam mindenkivel, velem is elégedetlen volt mindenki. Amíg én azt vártam, hogy megfeleljenek nekem, addig mindenki azt várta, hogy megfeleljek neki. Amíg én be akartam csapni embereket, ki akartam használni embereket, meg akartam lopni embereket, meg akartam szerezni embereket, be akartam folyásolni embereket. Ez olyan hülyén hangzik így egyébként, ezen mindig felakadok, de hát máshogy nem lehet mondani. Szóval szerettem volna befolyásolni embereket, ugyanezt kaptam vissza. Elkezdtem leépíteni ezeket a tulajdonságokat. A legelső sorban megszüntettem az elvárásaimat. Nem várok senkitől semmit. És ne is várjon tőlem senki semmit. Viszont amit adok, azt önzetlenül szeretettel szívesen adom. És ezért a most engem körülvevő emberek, akár a virtuális térben, akár a valódi anyagi világban, amikor adnak nekem, feltétel nélkül önzetlen szeretettel adják. Azt,
kapok, amit adok. Megértettem, hogy ha mindenkit egyként kezelsz, és mindenkibe a jót látod, megnyugszik a lelked, megváltozik az aurád, a kisugárzásod, az energiád, és ugyanezt fogod visszakapni. A nyugalmat, a szeretetet, az elfogadást, a békességet, a mosolyt. Korábbi videóimban hányszor elmondtam. Menjél mosolyogva az utcán. Menjél így, ahogy most én. Persze vannak emberek, akik duzzognak, meg rád se néznek, meg be vannak fordulva a saját kis világukba, de ők valójában észre se vesznek. De ha van egy szemkontaktus, és így mosolyogsz rá valakire, jó eséllyel visszamosolyog. De ha így mész, akkor mit vársz? Mert rád mosolyognak cserébe? Annyira, de annyira egyszerűvé vált az életem, mióta gyakorlom a vallást. Mióta vallom a vallást. Mióta betartom Isten törvényeit. Ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj. Más feleségét ne kívánd. Például mennyi békétlenséget szült. Mindenkit szerettem volna magamévá tudni. Függetlenül attól, hogy volt férje vagy nem. Hát tudtam, hogy megcsalja. Nem volt bennem gátlás. És milyen fájdalom volt, amikor az én barátnőmet tudtam más ágyába. És nem egyszer előfordult. És addig, ugye a jogaim, az én csajomat ne izélje meg más, de a kötelességeim, hogy én se izéljem meg más feleségét. Szóval ezek sosem állnak arányban, és az emberek mindig hajlandóak elnézni maguknak mindent, és megengedni maguknak mindent. Követelni, azt tudunk. De szabályokat betartani már nem szívesen. Egy olyan országban, ami a keresztények országa, és a templomból jövet a miniszter esetleg olyan embereknek juttatja a közpénzt, akik arra nem méltók, evidens, hogy az emberekben ez hogy csapódik le, hogy mekkora becsapás ez az egész keresztény cirkusz. Hiszen így ebben a formában az. Viszont azért, mert emberek tömegei lejáratták a vallást. Egy dolgon ez nem változtat, hogy ezt a világot a Jóisten teremtette, és ő tartja fent. És azon sem változtat ez a sok kókler, bocsánat, de senki házi ember, akik lejáratták és lejáratják a vallást, legyen szó a szexuálisan eltévejedő papokról, meg egy csomó mindenről. Ezeket kár kiragadni, hiszen millió meg millió papból csak pár, aki megbotlott. És ebből nem szabadna következtetéseket levonni, hogy akkor az egész nem jó. Viszont a fejétől bűzlik a hal. Na most, nagyon nehéz elvonatkoztatni. És én megértem, pillanat, megértem azt a sok indulatot, ami nagyon sok emberben már csak a vallás szó hallatán is felindul. Mert egyből azok a képek ugranak be, hogy pedofil papok, meg keresztes háború, meg nem sorolom föl, rengeteg olyan dolog, ami egyébként az Isten tudattal összeegyeztethetetlen. A vallás, Isten tudat, de az egyházak és azok az emberek, akik a vallást nagyon-nagyon aljas módon az emberek kizsákmányolására és befolyásolására, némely esetben megfélemlítésére használják. Hú, a pokolra fogsz jutni, ha így vagy úgy. Szóval ebből kiindulni és megítélni az Isten tudatot nem lehet. Sajnos nem tesznek különbséget az emberek, az igazi vallás gyakorlók és a vallásos emberek között. Én úgy különböztetem meg most ebben az esetben, ebben az értelemben ezt a kettőt, hogy vallásos emberek azok, akik annak vallják magukat. De a vallás gyakorlók
azok az emberek, akik Isten törvényei szerint élnek. Csak hogy a legfőbbeket említsem ki. Vagy például én, hogy élek. Nem vágyom többre, mint amennyire szükségem van. Lehet, hogy hihetetlen, vannak csoportjaim, nyugodtan meg lehet nézni, hogy hogy élek immáron 3. éve. Nem vágyom többre, mint amennyim van. Mindenkit elfogadok olyannak, amilyen. Minden számomra kedvezőtlen megkeresésben először magamat vizsgálom. Miért volt ez a találkozás, és mi volt vele az üzenet? Tehát az engemért kritikákat, az esetleges engemért támadásokat már nem óhajtom soha megtorolni. Mindig tanulni akarok belőle, és fejlődni általa. Minden találkozás és minden negatív élmény arra szolgál, hogy te fejlődjél. Vagy hát például én. És érdekes módon az utóbbi időben egyre ritkábban fordulnak elő ilyen dolgok. Lehetséges még lesz a közeljövőben, vagy a jövőben fognak előfordulni. Azt én mindig készségesen elfogadom, mint tanítást, és megpróbálom megérteni, mert azok a dolgok, amik a másik emberben zavarnak, aki felém a támadást vagy a kritikát közli, azok a dolgok valójában bennem blokkok, és bennem megoldandó feladatok. Mióta Isten tudatosan élek, és akkor már most hagyjuk is ezt a vallás szót. Azóta tudok őszintén mosolyogni. Azóta vagyok elégedett mindennel. És tulajdonképpen, amikor azt mondják, hogy csak kérned kell, mert az Istentől megkapod, hát mire gondolnak az emberek? Csiliárdos kastély, Lamborghini nagy autó, szilikoncicis csaj, meg a mit tudom én, mikre gondolnak az emberek. De hát az Isten transzcendentális. Az Isten anyagi világtól független, hiszen az Isten az anyagi világ fölött áll. Az Isten szemében lényegtelen dolgok. Ezek az anyagi dolgok. Karmikusan, ha olyan a karmád, megkapod, ha nem, meg nem. Tök mindegy. Nem csak butaság, de fölösleges dolog is anyagi dolgokért imádkozni. De ha a lelki fejlődésedért is, a lelki gazdagságért imádkozol, a lelki gazdagság elhoz neked mindent. A lelki egészség valóra váltja minden álmodat. Mi lehet az ember valódi, őszinte álma és vágya? Egészség? Anyagi elégedettség. Korábban mondtam, nem az a gazdag ember, akinek mindene megvan, hanem akinek semmi sem hiányzik. Nekem nem hiányzik semmi. Éppen esik az eső, a kiskutyám most lerázta magát, majd mindjárt bemegyünk a benti részre, mert van olyan is. Nem zárt, az se zárt, csak félig fedett. Pont elég. Esik az eső. Hála Istennek. Isten ajándéka, Isten áldása. Rengeteg növényem van, és nagyon szeretik az esőt. Hát a cicám annyira nem szereti, de majd föl kell innen, amikor szeretne. Mindjárt folytatom. Van otthonom. Ennyi. Egy függöny. De van egy étkezőm. Szemétből épült, és kidobott bútorokkal van felszerelve. Van egy élő helyem. De nincs teteje. Nincsen ablak, vagy ajtó, amit bezárhatnék. De miért kéne bezárnom? Mit zárjak be? A napot, a szelet, a levegőt, vagy a legyeket? Nincs semmi olyanom, amit féltenem kéne. Mit jelent a lelki érés, a lelki nyugalom, a lelki elégedettség az anyagi világban? Hát ezt, hogy nem hiányzik semmi. Nem vágyok semmire. Jó levegőre vágyok. Az óceánba fürdettem is. Február 1-én le vagyok égve. Erre vágytam. Nem volt egy nagy dolog, 13 000 forint egy repülőjegy. És
és egy olyan helyre költöztem, ami nem kellett senkinek, mert csak kövek, sziklák, egerek, patkányok, gyíkok, élőhelye, pillanat. Hogy mit kellett ezért tennem? Imádkoztam hozzá. Néha ételt ajánlok föl, és olvasom a szentírásokat. Nem kellemetlen időtöltés. Megnyugtat és feltölt. Nem enni húst, csak ezeket a vacak gyümölcsöket. Hát, nekem nagyon tetszik. Nem fogyasztani alkoholt, kábítószert. 23 évig intravénás drogos voltam, tudom milyen. Nekem nem mondja senki. Reszkedtem az anyagért. Mióta Isten tudatosan élek, hát eszembe nem jutna. De az az élet is kellett ahhoz, hogy most eljussak ide. Növényeket mentek. Ezek a legújabb mentéseim. Fönn van a neten. A kukából rángattam ki egy nagy marha konténerből. Alig bírtam hazahozni. Ilyen dolgokkal foglalkozom. Együtt élek a természettel, a természetben pillanat. Hogy nem élek szexuális életet? Nagyon kicsapongó, nagyon brutális szexuális életem volt. És állandóan a féltékenység, a harag, az irigység, az elégedetlenség, és a még. Nem volt olyan, hogy ez volt a legjobb, mert mindig a következő majd még jobb lesz, és sose volt vége. Amióta nem élek szexuális életet, tudok úgy kommunikálni hölgyekkel, akárhogy néznek ki, hogy nem azon jár az eszem, hogy de jó melled van. Hanem a szemébe tudok nézni. Eddig nem tudtam, mert ó, ez a púzó, de gyönyörű. De szánalmas. Egyébként, de szánalmas. Nem játszom szerencsejátékot? Hát minek? Nem azért van a szerencsejáték, hogy én nyerjek. De elhiszed? Hát hidd, játszál. Az Isten tudatban nem mondják meg, hogy te mit ne csinálj. Csak elmondják, hogy miért ne csináld. A te szabad akaratod. Hogy teszed, vagy nem teszed. Egy Isten tudatos ember nem akar senkit megváltoztatni. De megmutatja, hogy milyen, amikor jó. Tehát azért nagyjából összefoglalva ugye a 4 szabályozó elvet. Ne élj össze-vissza szexuális életet. Ne fogyasszák kábító, mámorító szereket. Ne játsz szerencsejátékot. Mi a negyedik pillanat? Mindjárt szembe jut. És táplálkozz erőszakmentesen. Na mi van, tündérem? Rájöttél, hogy esik az eső? Jó van akkor. Hát ebbe ugye megint nem menjünk bele, különböző vallások különbözőféleképpen értelmezik ezt, hogy szabad-e húst tenni, vagy nem. Mindenki azt csinál, amit akar. Engem az se érdekel, ha te naponta vágsz le 8 malacot. Én nem szeretnék olyan élelmiszert fogyasztani, ami bármilyen élőlény. Ja, igen, most megint belemegyünk ebbe, hogy a növények, meg az állatok. Szóval az én hitrendszerem szerint a növényt, ha felajánlod, és megtisztítod a karmikus visszahatásoktól, akkor el szabad fogyasztani. De maradjunk csak annyiba, hogy az erőszakmentes táplálkozás arra vonatkozik, hogy amikor elfogadhatónak fogod tartani, hogy egy kutyát megegyünk. Igen, tudom, Kínában megeszik, szóval ez megint nem a legjobb hasonlat. De hogyha elfogadod, hogy ennek az élőlénynek a lelke tükröződik a szemébe, akkor miért nem fogadod el, hogy egy malac, amelyik értelmesebb, mint ez a kutya, neki is van lelke. Meg ha a cicádnak van lelke, meg megsiratod, meggyászolod, amikor elpusztul, vagy mit tudom én, a tengeri malacod, vagy akármit, hörcsögöd, papagájod. Ugye milyen rossz, amikor elmegy? De mi ment el? Hát ott van a teste. Ja, hogy a lélek eltávozott belőle. Mert a halott testet, az élő testtől egyetlen egy dolog, egy aprócska, pici dolog, az a bizonyos lélekszikra különbözteti meg. Na szóval, az Isten tudat ez. A megértés, az elfogadás. A válaszok keresése, a hit, a szeretet, soroljam. Tehát, ha most megkérdezném tőled, te
Te vallásos ember vagy? Mit válaszolnál? Egy nyíltan ateista rávágja, hogy nem. De remélem, hogy akik eddig azt mondták volna, hogy igen, én vallásos vagyok. Ez akkor most nekik szól. Elgondolkodtál már azon, hogy tényleg Isten törvényei szerint élsz-e? És ha úgy érzed, hogy nem segít a jó Isten, elgondolkoztál már azon, hogy miért nem? És amikor azt mondják, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, hogyan értelmezed? Mit teszel magadért, hogy az Isten is megsegítsen? Hidd el és tudd, ha te teszel 10 lépést az Isten felé, ő 100 lépést tesz feléd. Rengeteg videóm, gondolatom és cselekedetem bizonyítja az elmúlt, maradjunk csak az elmúlt egy évnél. Csak az elmúlt egy évben, hogy minél jobban közeledek Istenhez, ő annál jobban szalad hozzám, és minden vágyamat valóra vágyja. Mi a minden vágyam? Az elégedettség és az egészség. Ez a két legőszintébb vágya szerintem minden embernek. Minden vágyam teljesüljön, ennyi a minden vágyam. Legyek egészséges, lelkileg, testileg, és legyen meg mindenem. Mit jelent az, hogy mindenem megvan? Hát ezt, hogy semmi sem hiányzik. Van élelmiszerem, van szállásom, és tudok örülni annak is, ha esik az eső. Ez az egészséges lélek. Ez az egészséges lélek. Remélem, hogy ez a gondolat jó néhány emberben elültetett egy-két magot, és a hiteles szentírások olvasgatásával, tanulmányozgatásával és figyelmes hallgatásával ezek a magok bizonyosan virágokká fognak fejlődni, és gyönyörű szép virágok lesznek belőle. Én ezt kívánom mindenkinek tiszta szívvel és szeretettel. Mindenki a saját hitrendszerének megfelelő szentírást olvasgassa. Ezt is mindig elmondom. Én a Bhagavad Gita-t javaslom, az ősi védikus szentírást, illetőleg a Krisna tudatot. Nem kell kiragadni egy-egy gondolatot, és avval szembeszállni, hanem türelmesen és őszinte alázattal tanulmányozni kell az egészet. És akkor meg fogod érteni, hogy mi, mivel, miként, hogyan függ össze. Tehát ne azt ragad ki, hogy miért nem szexelhetek, ne azt ragad ki, hogy miért nem ehetek húst, ne azt ragad ki, hogy mi az, hogy nem ihatok meg néha 8-10 liter pálinkát. Legyél türelmes, foglalkozzál vele, értsd meg, és szépen, lassan minden a helyére fog kerülni. Napi 5 perc, 10 perc egy-egy videó megnézésével nem fog összeállni a kép. De ha szeretnéd egy egészséges, nyugodt, kiegyensúlyozott életet, amihez nélkülözhetetlen egy egészséges lelki állapot, akkor is, ha nem vagy vallásos, tehát egy beteg lélek, egy beteg psziché, mindig betegség forrása, ráktól kezdve nagyon sok minden pszichoszomatikus, ezek materialista megállapítások, nem vallási. Tehát mindenki tudja, hogy a beteg lélek megbetegíti a testet. Szóval, ha nyugodt lélekre vágysz, akkor foglalkozzál többet magaddal. És a benned lévő, mindenkiben lévő Isten tudat, mert mindenkiben van, csak szunnyad, és elnyomja a testi tudat, elnyomja a világi felfogás, elnyomja a rengeteg csalódás. A vallástalan, vallásosnak mondott emberek viselkedése miatt, meg hát a vezetők, meg na mindegy, ebben nem megyünk bele, mert nem szeretnék, meg nem is szabad senkit sem megítélni, sem még csak megszólni sem, mert amúgy is mi közöm van hozzá, nincs rám hatással, önálló lélek vagyok, csak magamért tartozom felelősséggel, azért, hogy én jól érezzem magam. Viszont kötelességemnek érzem, hogy megmutassam ezt másoknak is. Mennyire
pofon egyszerű. Nálam ez úgy kezdődött, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De ha nálad a mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neveddel. Ugyanezt el lehet érni. A többi vallásnál nem ismerem ezeket az imákat. Akkor kezd el ott. Kezd el úgy. Élj Isten törvényei szerint is. Megérzed, megtapasztalod. Ennek írdatlan jótékony és felszabadító hatását. És van ilyen, hogy felszabadulás már a jelen életünkben is. Felszabadulás a kötöttségek, a béklyók, tulajdonképpen a börtön alól. Börtön, az én értelmezésemben ültem 8 évet fizikai börtönbe, nem erre gondolok. Az anyagi vágyak börtönére gondolok. Amikor egyszerűen semmi másra nincs kapacitásod, mint hogy azért dolgozzál, gürizzél, ügyeskedjél, csaljál, lopjál, hazudjál, tök mindegy. Hogy a vágyaidat kielégítsd, amik egyszerűen szakadatlanul özönlenek az elmédbe, hogy ez kell, az kell, amaz kell, és utána kikapcsolódásképpen nézel egy kis televíziót. És nem marad időd saját magadra, nem rám, saját magadra. És a saját magadban lévő jó Istenre. Ugyanis igen, Isten mindannyiunkban benne van, felső lélek formájában. Nagyon hosszú lett a videó, ezt most itt befejezem. Nagyon szívesen kommunikálok bárkivel, bármikor ilyen témákról. Természetesen úgy, hogy abszolút kölcsönösen elfogadjuk és tiszteletben tartjuk egymás nézeteit és álláspontját. Én nagyon bízom benne, hogy jó néhányan megértettétek, hogy mi a különbség az Isten tudat és a vallás között, de én vallom azt, hogy Isten a mi teremtünk, és vallom azt, hogy ha Isten törvényeit betartod, akkor már ebben az életben is megvalósítható a nyugodt, kiegyensúlyozott, egészséges, vidám, és mondjuk úgy boldog élet. Hare Krishna!